Drapály János 7 évig volt igazolt futballista, majd az élet a kétkerekűek felé sodorta, és lett a motorsport az élethivatása. 1966-tól 1981-ig a budapesti Honvéd, utána a Honvéd Petőfi ESE versenyzője volt. 1967-ig túra, 1968-tól gyorsasági kategóriában versenyzett. A magyar versenyzők közül először nyert VB futamokat. Többek között MZ-vel és Yamahával indult a versenyeken. A szocialista országok úgynevezett békebarátság kupájának 6-szoros győztese. 1971-től 1984-ig 9-szeres magyar bajnok. 1967-ben a túramotoros bajnok csapattagja. Testvére szívesen emlékezett vissza közös élményeikre. Én már előtte fiúsítva lettem, lévén, hogy a Jancsi 6 évvel volt idősebb, és állandóan fiúk között nőttem fel. És aztán, amikor bekerültünk a motorosokhoz, akkor alkalmazkodni kellett hozzá, mert az, hogy ott nyafogott volna valaki a fülébe, vagy akkor mindig otthon hagytak volna. És én nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy mehessek vele, hogy mellette lehessek, hogy tudjam segíteni az ő munkáját, vagy a tulajdonképpen őneki. Én azt hiszem, hogy ez nem a munkája volt, hanem az élete és a hobbija, és mindent jelentett neki az életben a motorozás. 1971-ben 9. volt a VB-n, 1972-ben VB 7. helyezést ért el, 1973-ban pedig 9. volt kategóriájában. 20 VB futamon indult, ebből 4-et megnyert, egyszer 3. lett. Csodálatos évek voltak számunkra, elsősorban nekem annyi, azért, mert végül is a Jancsinak az egész pályafutását végig tudtam kísérni, és hát csodálatos volt az a Jani, amit az egész hát félvilágot elverte, vagy hát legyőzte, inkább mondjuk így, de hát mögötte csak árnyékként lehetett az ember, mert ő valahonnan mindig a mellényzsebéből kihúzott egy másodpercet, és gyorsabb volt. Mondhatom, hogy a fiatalkorom az, amit Drapály János képvisel, nem sokkal vagyok fiatalabb tőle. Az ő nevét mindenki ismerte, hiszen a technikai sportolók közül ő volt az első, aki nagyobb eredményeket ért el európai és világbajnoki futamokon is, és örülünk neki, hogy ezeknek az embereknek a révén eljutott hozzánk ez a kiállítás még egyszer, és nem csak a kiállítás, hanem Drapál Katalin, a testvére is megtisztelt minket azzal, hogy ezen a napon ellátogatott Olcsvára. Drapál János 37 évesen egy balesetben hunyt el. Életét, sportolói pályafutását bemutató kiállításon fotókat, érmeket, serlegeket, felszereléseket is láthatott az érdeklődő közönség.